Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Városrészek titkai című műsorunk egy újabb részéhez érkeztünk. Előző adásunkban Öreghegyen jártunk, azon a csodálatos részen, ahol sok mindent sorolhatnék már most, amiről beszéltünk, és ami igazából meghatározza Öreghegy látképét, de azt hiszem, hogy legjobb lesz majd, hogyha szakértőnk foglalja össze az eddig hallottakat, mert hogy itt van velünk most is Váci Márk, a Városkutató Intézet munkatársa, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm én is ismét a meghívást. És ahogy az előző műsorban is vendégünk volt, itt van Mobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke, neked is külön köszönöm, hogy vállaltad újra, és eljöttél, és hozott tudásodat az Öreghegyel kapcsolatban. Én is köszönöm, természetesen. Arra kértem Márkot, hogy kezdjük ezt a részt is azzal, hogy összefoglaljuk egy kicsit a határokat, ugye Öreghegy határait, illetve nagyon-nagyon szép helyeken jártunk már az előző műsorban. Igen, és akkor ezeket most nagyon röviden átismételjük megint, ugye először a határok. Az Öreghegy az egy klasszikus szőlőhegyi terület, mindjárt erről is lesz majd ugye szó. A Budai út páros oldala, a Fiskális út, a Béla út és a Nagyszombati út által határolt területen helyezkedik el. Ugye a Budai útnak a páratlan oldala az a Ráczhegy területe, a református templom környékével egészen a Haleszig és a kórházig, tehát arról majd egy másik adásban fogunk beszélni. Vannak, akik egyébként ezt is az Öreghegyhez számítják, mi különböző építészet és egyéb megfontolásokból ugye ezt leválasztottuk róla. A klasszikus szőlőhegyi területet említettem, ugye az elhangzott az előző adásban is, hogy már a római korban is ismert volt itt a szőlő és bor kultúra, amit aztán egyébként a honfoglaló magyarok idejében is tovább műveltek az itt letelepedett népek. Az, hogy most hányadik hullámban, első honfoglalás, második honfoglalás, erről nyilván egy másik adásban lehetne beszélni. A lényeg az, hogy Árpád idejében ismét meghonosodott itt a szőlő és bor kultúra, és az árpádházi királyok idején is egy nagyon fontos területe volt ez az akkori külvárosnak. Tehát ez ugye magán a történelmi belvárostól jóval messzebb terült el, és igazából a város területhez sem tartozott szervesen. Alapvetően ugye egy gazdasági terület volt. Nagyon fontos esemény a város történet és az ország történetének szempontjából 1222, amikor ugye II. András király a Csúcsos hegyen, ugye ahol ma az Aranybulla emlékmű is áll, kihirdeti az ország első írott alkotmányát, az Aranybullát, egyébként több európai országot messze megelőzve évtizedekkel, sőt némelyiket évszázadokkal is egyébként. Európának talán a második vagy a harmadik ilyen írott alkotmánya volt egyébként. Maga az itteni élet is elsősorban egyébként a szőlő és bor kultúrára épült. Többnyire présházak, kisebb nyaralók voltak itt megtalálhatók. A kintlakást nagyon sokáig tiltották egyébként. Még a 20. század elején is csak engedéllyel lehetett kint tartózkodni huzamosabb időre a szőlőben. Általában 3-4 hónapra költöztek ki ide azok a módosabb családok, akik megengedhették maguknak, hogy beközlekedjenek a városba. Netán nem kellett ugye a városban tartózkodniuk, vagy a városba látogatniuk különböző ügyek miatt, illetve azok, akik az őseiktől ugye ezeket a szőlőbirtokokat, kisebb-nagyobb pincéket megörökölték. És igazából ezen a területen alakult ki gyakorlatilag az a szőlőhegyi közösség is, amiből aztán a városnak az elitje is igazából kinőtt. Ugye elég nagy átfedés volt a két réteg között. Csodálatos épületekről beszéltünk, ha csak a Borivára gondolok, hiszen ez is az Öreghegyen található, vagy az emlékművek, amelyekről beszéltünk. Ahova nem jutottunk el, az az, amitől tulajdonképpen inkább lakó város részé vált, ez az a bizonyos szőlőtér tragédia, amikor is egy betegség ezeket a szőlőket megtámadta. Igen, ugye a filoxéra vészről van szó, az 1870-es években. Történeti munkákban azt is lehet egyébként olvasni, hogy egészen pontosan Somogy megyéből, melyik szőlészetből sikerült beszerezni ezeket a fertőzött szőlőveszőket, tehát még a kereskedőnek a neve is megvan egyébként az Öreghegyről szóló különböző munkákban. Ugye ez egy
bogár volt igazából, egy rovar, ami ugye megfertőzte ezeknek a szőlőknek a gyökerét, szőlőgyökértetűnek is nevezik egyébként pontosan ezért magyarul, ezt a filoxérát, és ugye ez okozta azt a hatalmas nagy pusztulást, ami itt a szőlőhegyi területen bekövetkezett. Aztán elkezdtek különböző ellenállóbb fajtákat telepíteni természetesen, de hogy utaljak korábbi adásokra, a Maroshegynek a szőlőhegyi területe ekkor értékelődött fel, mert hogy a talaja lényegesen más. Ugye homokosabb, az Öreghegynek a talaja inkább kövesebb, kavicsosabb, és hát ugye a szőlőnek nagyon sokat számít az is, hogy milyen talajban kerül egyébként, milyen talajba kerül, és milyen talajban növekszik tovább. De hát aztán sikerült természetesen újabb ellenálló fajtákkal megmenteni azért az Öreghegy szőlőit is. És akkor várhatóan ennek köszönhető, hogy elkezdődhetett az építkezés Öreghegyen, hiszen a szőlők már nem foglalták a területet? Egyrészt ennek is köszönhető, másrészt pedig annak, hogy a város ugye fokozatosan terjeszkedett kifelé. Tehát a történelmi belváros az már gyakorlatilag megtelt teljes mértékben. Ugye elsősorban az egyházi, illetve az állami intézményeknek, meg a megyei közigazgatásnak adott helyet, és hát ugye az élt a belvárosban, aki megengedhette magának. Aki nem, az elkezdett kifelé költözni fokozatosan, és így váltak aztán a nyaralókból például állandó lakások, illetve a külső városrészek is ugye elkezdtek beépülni. Hát ez még jóval a panelépítkezések előtt van, de az első nagyobb földszintes házakból álló utcák, például a Vízivárosban, Felsővárosban, és még sorolhatnám, azok igazából ekkor jöttek létre a 19.-20. század fordulóján. És aztán ugye Trianon után bekövetkezett az a helyzet is, hogy a külső városrészekben elkezdtek utcákat és utcabokrokat kialakítani, így az Öreghegyen is ugye korábbi dűlő utak helyén kis, akkor még kavicsos, meg részben ugye sáros utcák alakultak ki, és ugye innentől már hivatalosan lehetett kint lakni, ezért is történt meg az utcáknak az elnevezése, és ami ugye a múltkori adásban nem hangzott el, hogy az Öreghegy, mint városrész, az ugye úgy azonosítható be, hogy a felvidéki, elcsatolt felvidéki és részben kárpátaljai településeknek a neveit kapták ugye ezek az utcák, tehát hogyha Öreghegyen járunk, akkor nagyjából tudjuk, hogy hol van ennek a városrésznek a határa. Ha finoman fejezem ki magam, zegzugos, én rendszeresen eltévedek Öreghegyen, ezt be kell vallani. Ez mitől van így? Miért ilyen zegzugos? Hogy tervezték az utcákat annak idején, ha tervezték? Hát én úgy tudom, hogy a korábbi kis dűlőutak tulajdonképpen kiszélesedtek, és nyilvánvalóan fel is javították őket, és hát ezeknek a nyomvonalán, vagy ezek az utak épültek aztán be. Annyit hadd tegyek hozzá Márk mondandójához, hogy a világháború előtt ezek a bizonyos villák, ezek nagyon szép, nagyon komoly értéket képviselő, építészetileg nagyon komoly értéket képviselő villák voltak, több is volt az Öreghegyen, ilyen szebb villák. Viszont a II. Világháborút követően, amikor elkezdődött a megyének az iparosodása, és a városnak az iparosodása, akkor nagyon sokan költöztek, érdekes módon Tolna megyéből, így jutottak például Öreghegyre a bukovinai székelyek egyes leszármazottai, akik Öreghegyre költöztek, és hát még egyszer mondom, Tolna megyéből, Varsádról, Pálfáról, Cecérről jöttek ide, és akkor volt egy olyan sajnos rendkívül káros időszak, amikor megkötötték azt, hogy milyen épületet lehet építeni Öreghegyen. Tehát egy időben ez a hagyományos, ma már hála jó Istennek nem nagyon épül ilyen épület, sátortetős épületek, ami az egész országban van, hogy falvak épültek így, és utána jött a nyeregtetős épület, ami már valami kis változást eredményezett, és aztán hát mikor ezek a kötöttségek feloldottak, akkor mondhatom azt, hogy ebben az újkorban is szép épületek épültek Öreghegyen. Hát hogy aztán a most épülő épületek építészeti szempontból mennyire tájba illők és mennyire szépek, azt én nem tudom megítélni. Véleményem van, de hát egy építész ezt jobban tudja.
Egy kicsit a szőlőről is beszéljünk még, hiszen a szőlő azért újra megjelent az épületek mellett, ha más nem egy-kéttől minden udvaron van, ha jól tudom, Öreghegyen, mint ahogy ott vannak most újra pincék, és igen, sikeres a Noé-hegyi borlovagrend. Hát itt külön, azt hiszem külön kellene beszélni a pincékről. Arról, amit véleményem szerint nem tudunk igazán fölmérni, hogy micsoda fantasztikus pincék, pincerendszerek vannak Öreghegyen. Azt is merem mondani, hogy föltáratlan pincék. Nekem ez egy régi vágyam és tervem, hogy ezeket a ott rejtőzködő pincéket vagy pincerendszereket föl kellene valahogy tárni. Én nem tudom, Márk, te biztos tudod azt, hogy hogy lehetne egy ilyen. De hát nyilvánvaló, hogy régészeknek, vagy jó Isten tudja, honvédségnek megvannak a lehetőségei, meg lennének, hogy lehetne ezeket a pincéket föltárni, és föltérképezni. Óriási pincerendszerek vannak még mindig Öreghegyen, amiről vagy tudunk, vagy nem. A másik, amit nagyon fájlalok, az az, hogy amikor ez a beépítések, ilyen fölfokozottak ezek a beépítések, akkor a legnagyobb fájdalmunkra sok nagyon-nagyon szép régi présház, régi épület ment tönkre, és nem védtük eléggé ezeket a jellegzetes öreghegyi épületeket, présházakat. Ott a szemünk látta, én amikor kiköltöztem, akkor még sok jó néhány volt, és ott a szemünk láttára semmisültek meg ezek a nagyon szép régi épületek, présházak. Most is van még egy-kettő. Abban az időben egy kis védettséget sikerült szerezni ezeknek az épületeknek. Például így kötelezték az egyik gyönyörű Karl villának az új tulajdonosát arra, hogy az eredeti állapotába kell helyreállítani, és hát rendkívül megértő, és a dolgokat megértő gazdája lett, ami szerintem Öreghegy egyik legszebb épülete. Új épület, tehát nem felújították, hanem ez egy új épület. Nagyon nagy büszkeséggel vagyunk mi Máriavölgyiek, hogy ez ott van a Borivár közvetlen közelében. Hát a károkról most már kár beszélni, de remélem, hogy tanulhattunk abból, hogy az építészeti régiségeket és értékeket sokkal nagyobb figyelemmel kell kísérni és megőrizni. Ahogy említettem, és beszéltünk már a Borivárról, az emlékművekről, voltunk már a tó partján, a bányató környékén, és láthattunk ott is sok minden csodát, és képeket is. Jó voltotokból régi, csodálatos archív felvételeket is, és nagyon köszönöm, hogy most is hoztatok, úgyhogy kollégáim segítségével majd megmutatjuk ezeket a képeket is, és beszélünk is róla. Én azt hiszem, hogy kezdhetjük is mindjárt a Szivárvány óvoda épületével, ami hát nem óvodának épült eredetileg természetesen. Igen, a múltkori alkalommal szóba került, beszéltünk is róla, képen ugye nem tudtuk megmutatni. Ez a hát eredetileg milleniumi óvodának nevezték. Egyébként a milleniumi útnak a túlsó felén helyezkedik el, legalábbis a múltkor említett Pintérvilla borozóhoz képest, tehát azzal szinte tőszomszédságban helyezkedik el. Ez ugye egy püspöki borház, illetve borpince és nyaraló volt egyébként. Ezért is viseli az Öreghegynek ez a része püspök kertváros elnevezést, hiszen itt voltak ugye püspöki szőlők, amit ugye láttunk az archív képes lapon is, ugye ezt a szőlőhegyi nyaralót, ez maga a püspöki nyaraló volt egykoron, és ugye ebből létesült aztán a későbbiekben ez az óvoda. Még annyit pontosításképpen azért elmondanék, hogy ez a Szivárvány óvodának egyébként a püspök kertvárosi tagintézménye egész pontosan, tehát a Szivárvány óvoda szintén Öreghegyen működik, de egy kicsit odébb helyezkedik el. És ha már a püspöki épületet és borházat említettük, akkor térjünk is rá az Öreghegy vallási életére, ami hát nyilván a legmagasabb ponton lévő épületfémjelez, a Szent Donát kápolna. Igen,
Igen. Hát ugye a Szent Donát kápolnának érdekes a története. Olyan szempontból mindenképpen, ugye a püspöki borház kapcsán említettem, hogy egy török őrtorony helyén épült fel, ugye, későbbiekben. Itt is egy török őrtorony volt megtalálható, és aztán ez még nagy valószínűséggel a Rákóczi szabadságharc idején is állt egyébként, átvészelte ezt az időszakot. Majd épült belőle egy kis kápolna az 1700-as évek második felében, harmadik harmadában, 70-es években, és aztán elhelyezkedett mellette egy kis remete lakás. A városnak a remetéje volt az, aki ugye ezt a kis kápolnát gondozta. Itt egyébként rendszeresen miséztek, akkor még ez jó darabig a Felsővároshoz tartozott egyébként, a Felsővárosi plébániához, maga az öreghegyi terület is. Aztán ezt a remete lakást 1810-ben lebontották, egy kis lelkész lakot alakítottak ki, hogy ugye legyen egy állandó papi személy, aki itt lakik, és a Felsővároson belül ugye az öreghegyi híveket ellátja, már akik egyáltalán ugye akkoriban kint tartózkodtak, ugye elhangzott többször is, hogy illegális volt ugye a kint tartózkodás, de hát azért, ha valaki mégiscsak ott élt, mondjuk 3-4 hónapon keresztül, lelki gondozásra ugyanúgy volt szüksége. És aztán ez a kis kápolna folyamatosan épült, szépült, az 1870-es években kapott egy rendkívül szép homlokzati díszítést, és aztán sajnos a II. Világháború során különböző lőszer szállítmányokat helyeztek el ide, aminek kapcsán aztán egy találat érte, és gyakorlatilag az egész kápolna megsemmisült, és ezt kellett igazából a romjaiból újraépíteni. Ennek az újraépítése pedig Schulz István építész nevéhez fűződik, neki köszönhető, aki 2010-ben hunyt el, és azóta a kápolnának az altemplomában nyugszik egyébként. Többekkel együtt, főleg jeles öreghegyi személyeket temettek ide. Hogyha már a vallási életet szóba hoztuk, és ugye a kápolnáról beszéltünk, akkor mindenképpen szót kell ejteni magáról a magyarok nagyasszony a plébánia templomról is, hiszen az öreghegyi plébániának ugye ez a központja, a központi épülete. Már is a Budai úton járunk. És visszakanyarodtunk a Budai útra, így van, gyakorlatilag az öreghegy elején vagyunk, tehát a legmagasabb pontról ugye megérkeztünk, mondhatni, hogy a kapuhoz. Bár ugye megbeszéltük a múltkor, hogy a kapu azért egy kicsit beljebb található, mondjuk azt, hogy ez az öreghegynek az elővárosa. 1931-ben az akkori Aranybulla úton épült egy városi elemi iskola. Ugye a Budai útnak ezt a szakaszát akkor Aranybulla útnak hívták, hiszen ugye az emlékmű felé ez az út vezetett ki. És itt egy kis kápolna is létesült, egy kis oltárfülkével. Ennek az oltár festményét egyébként Bori Jenő felesége Komócsi Nilona készítette, egy magyarok nagyasszonya képet. És aztán ugye a későbbi kápolnának, majd a templomnak is ugye ez a magyarok nagyasszonya lett a titulusa. A II. Világháború után folyamatosan átalakult ez az épület, előbb egy kis kápolna létesült belőle, majd aztán a 70-es években merült fel az az elképzelés, hogy akkor legyen ebből egy templom. A 80-as évek derekán akkor már Glósz Ervin volt a plébániának, ugye az első plébános 1984-től, társadalmi munkában létesült az emeletes plébánia épület, ami ma is látható, és aztán ekkor történtek meg igazából az első kapavágások. A kápolnának a bővítésével jött létre az a kis templom, amit aztán szintén a már említett Schulz István tervei alapján korszerűsítettek és bővítettek a 90-es évek elején, és azóta igazából ebben az állapotában látható. Tehát mind a kápolna, mind pedig a templom épülete ugye Schulz István nevéhez köthető. És ha már Glósz Ervin atyát említettem, akkor mindenképpen érdemes elmondani azt, hogy ő 1976-tól kezdve egészen 2007-ig látta el itt a plébánosi teendőket, tehát ugye azért elég hosszan, több mint 3 évtizeden keresztül ő volt ennek az egyházközségnek a plébánosa, és őt pedig sokak által ismert és mindenki által szeretett Tornyai Gábor váltotta egyébként ebben a pozícióban. És hát a kettőjük kapcsolatáról annyit mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy egyrészt volt néhány év, amikor mindketten a plébánián laktak, és kisegítették egymást gyakran. Másrészt pedig ugye Ervin atyának nemrég volt a halála 10. évfordulója, amelynek emlékére, és egyáltalán az ő emlékére, Öreghegyi Szőlőtő címmel megjelent egy kis emlékkötet,
amelyet ugye a szerzők mellett Tornyai Gábor atya mutatott be itt a plébánián a templomban. És azt is tudhatjuk már, hogy jól összetartó katolikus közösség él és működik Öreghegyen, ami mindenképpen egy jó dolog. Két keresztről is beszélhetünk a területen. Igen, igazából azért ezt a kettőt választottam ki, mert az Öreghegynek a két legidősebb, legrégebbi keresztje 19. század második, illetve a 20. század első feléből származnak. Ezek alapvetően útmenti keresztek voltak eredetileg, és ugye a kápolna, illetve a templom közötti és egyáltalán az Öreghegyen zajló körmenetekben volt nagyon fontos és jelentős szerepük. Ugye a hősi kereszt azért az mindenképpen külön említést igényel, hiszen azért ez emlékezik is hősökre. Így van. Hát ugye egy emlékhelyet kihagytunk a felsorolásból, amikor az adásra készültünk. Annak idején a rádióban, amikor egy 56-os műsor készült, akkor ugye említettem, hogy az Öreghegynek van saját 1956-os emlékműve, amiről nagyon kevesen tudnak egyébként, de itt is szerintem érdemes megemlíteni ebben a tévéműsorban, hogy kifejezetten az öreghegyi polgárok állították egyébként 1956 hősei és áldozatai emlékére. Ez jól párhuzamba állítható talán ezzel a hősi kereszttel is. Van egy emlék a Fiskális út és a Túrozsáki út kereszteződésében, és miért pont Szent Antal? Hát ennek is van egy érdekes története, szintén az öreghegyi polgárok és hívek kezdeményezésére épült egyébként. 1981-ben, ha jól emlékszem, Szent Antalnak volt akkor egy kerek halál évforduló, talán 750-edik, nem tudom már pontosan. Aki elsétál odáig, az az emléken egyébként ezt a feliratot megnézheti, és leolvashatja róla a pontos számot. Ez eredetileg egy kicsit odébb állt egyébként. 81-82-ben helyezték el az eredeti helyén, és aztán a 90-es évek elején került a mai helyére. Igazából ugye Szent Antalról azt érdemes tudni, hogy ugye a gyermek Jézussal szokták általában ábrázolni, tehát a Jézusi, Krisztusi lelkület ez mindenképpen egy nagyon fontos attribútuma, másrészt pedig ugye a szegényeknek és az elesetteknek a gyámolítója, segítője. Ugye az összes katolikus templomban megtalálható Szent Antal persely, általában van Szent Antal kép vagy szobor is, és igazából a szociális tanításhoz és egyáltalán a segítéshez kapcsolódik az ő alakja. Talán Zoli tud még róla néhány szót mondani. Én inkább mást mondanék el. Most is bebizonyosodott nekem, hogy kevesen tudunk arról, hogy a Nagyszombati út buszfordulójában van egy fa térplasztika. Egy szerény kis térplasztika, Kocog András kiváló szobrászművész készítette, és a Székesfehérvár 56-os áldozata, Öreghegy 56-os áldozatainak az emlékére van. Most már valamennyire rendbe tették a környékét, sokáig elhanyagolt volt, de csak mondom, hogy van egy ilyen is Öreghegyen. Ez egy szerény kis köztéri faszobor. Ha már Grósz Ervin atyáról ennyit beszéltünk, akkor hadd mondjam el, és pláne itt a keresztek kapcsán, hogy hihetetlen nagy szerepe volt abban, hogy ezek a keresztek, amik tényleg égkövei Öreghegynek, hogy ezek olyan környezetben vannak most, ami már azt hiszem, hogy örömtel és elfogadható, ugyanis hosszú-hosszú évtizedekig ki sem látszottak olyan elvadult környezetben voltak. Például a Zobori úti keresztről alig tudtak Öreghegyen, hogy ott van egy kereszt jó néhány évvel ezelőtt, és aztán hát Grósz Ervin atya nagyon, nagyon érzékenyen és mindent megértve segített abban, hogy ezek megfelelő környezetbe kerüljenek, hogy előkerüljenek. Öreghegy Mária völgy. Olyan csodát láttam, amikor készültünk a műsorra, ami abszolút meglepett. Én úgy éreztem, hogy Öreghegy összes utcájába eltévedtem már egyszer, így aztán ismerem az összes utcát valamelyest. Elképzelni sem tudom, hogy hol van Mária völgy és az a gyönyörű Mária szobor. Hát ugye ez egy Havranek féle alkotás. Ifjabb Havranek Antal készített egyébként.
megnézzük a jellegzetes stílusjegyeit, azokat a növényi díszeket, amelyek mondjuk a talapzaton láthatók, akkor egyértelműen beazonosítható, összevetve például Havranek Antalnak a többi alkotásával, bár ugye dokumentumokkal alátámasztva amúgy is tudjuk, hogy az övé, de ha egyszer ezek az iratok esetleg elvesznének, akkor ugyanúgy tudhatjuk, meg egyébként a cégjelzés is látszik rajta, tehát amíg a szobor ilyen jó állapotban van, addig ez meg is marad. A Mária völgy egy jellegzetes része egyébként Öreghegynek, ugye a borház kapcsán a múltkor már említettük, ráadásul egy Mária völgyi lakos ül mellettem. És ha már az Öreghegyről beszélünk, akkor mindenképpen említsük meg azt is, hogy a Borivár szintén ebben az utcában található meg. Tehát aki a Borivárat szeretné megközelíteni mondjuk a város irányába, az mindenképpen ezen az utcán végig fog haladni. És akkor találkozik a Mária szoborral, aminek nagyon szép környezete van. A témaváltással az oktatás és a kultúráról fogunk beszélgetni a következőkben. Az oktatási épületeket már említettük az előző műsorban, így a Fiskálus úti óvodát, illetve a kikapcsolódás helyét, az Öreghegyi Közösségi Házat. Amiről nem beszéltünk, nekem újabb épületnek tűnik a Kossuth Lajos Általános Iskola épülete. Hát a mai állapotában tényleg új. Hogyha azt vesszük, hogy körülbelül 20-25 éves maximum ez a mostani látvány, ami a szemünk elé tárul, hogyha az Öreghegyre megyünk a Pozsonyi úton. Viszont már az 50-es években elkezdték kiépíteni itt a kis kéttantermes iskolát, ami aztán fokozatosan kinőtte magát. Először szociál stílusban volt egy nagyobb bővítése, majd a 90-es évek közepén került sor igazából a mai iskolai épületnek a kialakítására, és ugye ez lett a városrésznek a központi általános iskolája. A Városrészek titkai című sorozatban gyakran megemlékezünk a városrészekben élőkről is. Öreghegyen beszéltünk Bori Jenőről és családjáról természetesen. A következő archív képek, amiért szintén köszönet nektek, egyéb családokat is megmutatnak, tehát itt majd látunk egy esküvői képet, illetve a Csitáriékat és a Mária völgyről ismét egy képet. A hozzáfűzött magyarázatot várjuk tőletek. Hozzáfűzött magyarázathoz átadnám Zolinak a szót, tőle származnak a képek, és mivel neki van családi érintettsége, így ő tud erről leginkább mesélni nekünk. Tehát az esküvői képen például kiket látunk. Igen, ez a Csitári Emilnek az esküvője, és a Donát kápolnából éppen jön neki Karl Emilia, a menyasszony. És aztán van egy kép Csitáriékről a szőlőben is. Hát ez előbb emlegetett gyönyörű Karl villának a kertjében van egy családi összejövetel. Itt látható Csitári Emil felesége és a közvetlen rokonsága. Hát ők gyakran megfordultak ebben a villában, természetesen hatalmas szőlő volt körülötte, rettenetes borral. És az előbb emlegettük a öreghegyi borokat és a szőlőket. Hát Öreghegy híres volt arról, hogy rettenetes rossz borai voltak abban az időben. Sokan mondták, hogy ilyen googolós borok. De az biztos, hogy ezek most már tulajdonképpen hiányoznak Öreghegyről, ezek a nagyobb szőlészetek vagy szőlők. Ilyen hobbi, az előbb említetted, hogy azért vannak, akik foglalkoznak vele, ilyen hobbi borászok és szőlőtermelők, és hát így alakult tulajdonképpen, így jött létre az Öreghegyi Noéhegyi Szent István borrend. És hát akkor, ha még van kép, akkor... Mária völgyről van még. Igen, ez az a bizonyos villa, az utca frontja. Hát ezek gyönyörű épületek voltak, illetve hát még van is. Külön meg kell említeni egy kőműves mestert, aki nemrég jött haza Ausztriából, és közvetlen a Borivár közelében megvette egy házat, egy olyan épületet, amit tényleg arra várt, hogy elpusztuljon, hogy összeomoljon, vagy lebontsák. És ez a jó ember gyönyörűen, kétkezi munkával gyönyörűen rendbe tette ezt az épületet. Én örömmel megyek el mellette, olyan szépen és olyan lelkesen, és egyedül
végzi. Hát ilyenekre lett volna szükség hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is, meg van most is. A következő témával szintén egy kicsit zavarba jöttem, hiszen ha temetkezésről beszélünk, akkor nyilván a Béla úti temető jut eszébe mindenkinek Öreghegyen. De ez egy új köztemető. Mivel nem voltak állandó lakósok, ezért van az, hogy régi temetőről nem tudunk ott beszélni, vagy csak nem tudok róla? Igazából erről van szó alapvetően, illetve azt mindenképpen meg kell említeni, hogy ugye a Szent Donát kápolnának a területe az egy kiemelt régészeti terület, és ehhez kapcsolódóan ugye a régészeti feltárások során azért jó néhány sírt megtaláltak itt, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy itt ugye korábban egy török őrtorony volt, ugye a török helyőrségnek is azért volt itt temetője, illetve amikor a kápolna létesült, abban az időszakban is ugye természetesen temetkeztek köré, és mivel egy külvárosi részről beszélünk alapvetően, ráadásul egy olyan helyről, ami nem volt lakott, nem volt állandó lakossága, ezért ugye Mária Terézia féle 1770-es évekbeli rendelkezések sem érintették ezt a területet, tehát a temetkezés az tovább folyt, nyilván jóval kisebb mértékben. Ugye azt is említettük, hogy azoknak, akiknek mondjuk az Öreghegyen nyaralójuk, vagy egyáltalán szőlőterületük volt, azok többnyire a város elejéhez tartoztak, és ezért ugye az ő síremlékeik, meg a hozzátartozóiknak a síremlékei, azok általában hosszú temetőben találhatók meg, a Csutora temetőben, esetleg a Sóstói temetőben, attól függően, hogy éppen hol éltek a városon belül, meg hova kötődtek családilag. Mikor jött létre a Béla úti temető? Béla úti temetővel kapcsolatban nagyon érdekes dolog, annak idején a rádió műsorban ugye az 50-es éveket emlegettem. Ez annyiban igaz, utána néztem egy kicsit jobban, 1950-ben, amikor egyébként a fedett piacnak az építése is elkezdődött Fehérváron, elhatározták egy új köztemetőnek a létesítését, hiszen a régi temetők már tényleg annyira megteltek, és olyan állapotban voltak már akkor is, hogy egyszerűen nem lehetett hova temetkezni. Illetve nagyon nehéz volt, mert aztán még évtizedeken keresztül egyébként ezeket használták, és aztán a mai napig is használják, ugye, de már jelentősen kisebb mértékben. Tehát 50-ben határozta el az akkori tanácsi vezetés, viszont csak 1984-ben történt meg az első temetés, 84 elején, tehát azóta van használatban. Viszont hogyha azt nézzük, hogy mennyire kinőtte magát, és ugye az utóbbi időkben, az utóbbi egy-két évben is újabb parcellák létesültek, akkor láthatjuk, hogy hogyan telik meg igazából egy városnak talán az egyetlen olyan temetője, ahova tényleg lehet új sírba temetkezni. Az összes többiben ugye már csak rátemetés valósítható meg. Hát külön város tulajdonképpen a Holtak városa, hiszen olyan sokan vannak ott, azért ott is vannak gyönyörű emlékművek. Nagyon, amellett, hogy korszerű a temető, amellett azért gyönyörű emlékművei is vannak, és nagyon szép sírkövek is vannak, hogyha ott valaki sétál, és bizony nagyon-nagyon sok ismert névvel is találkozhatunk a sírköveken. Igen, hát ha az emlékműveket említetted, akkor mindenképpen ki kell emelni azt az emlékművet, amit Nagy Edit alkotásaként most már számon tart egyébként a művészet történet is, meg a fehérvári történeti emlékezet, ez az elhunyt magzatok emlékhelye, ami egy központi helyen található meg. Ha azt nézzük, hogy a temetőnek a beosztása ugye hogyan is valósult meg, ez már tényleg mérnöki tervezés eredménye, tehát itt egymással párhuzamos és egymásra merőleges utak futnak, úgyhogy mondjuk egy temetői sétát azt lényegesen könnyebb itt például megvalósítani. A sírok is egymáshoz képest azért mérnöki rendben helyezkednek el. Itt különböző parcellák vannak, külön mondjuk a gyermekeknek. Az egyes parcella, mint általában a legtöbb temetőben, hogy a dísz sírhelyeket tartalmazza. Tehát ahogy említettem, a város elejét, ugye most is van városi elöljáróság, most is vannak kiemelkedő személyek, művészek, hivatalnokok, városvezetők, és még sorolhatnám. Ők általában, hogyha mondjuk a város halottja valaki, akkor ezeken a dísz sírhelyeken kapnak ugye temetést. Aztán mindenképpen kiemelkedik, nem csak építészeti szempontból, de egyáltalán fizikailag is a ravatalozónak az épülete, ami egyrészt rendkívül modern, mégis ugye egy új köztemetőnek az arculatába beleillik. Nemrég újították fel. Ráadásul ha azt nézzük, hogy a tájba mennyire illeszkedik, akkor nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy ellentétben mondjuk a 70-es, 80-as években emelt beton kocka villákkal, ez tényleg harmonikusan illeszkedik a temetőnek a képéhez, és mutatja azt is valóban, hogy egy új temetőről van szó.
Idézzünk fel néhány nevet az ott nyugvók közül, aki most az utolsó temetői sétámból nekem eszembe jut, Gyurica Béla, akiknél mindig megállunk, ifja Bocskai Gábor sírját is ott találjuk, de a zenész világból Siki is ott került elhelyezésre, és ott nyugszik, de biztos vagyok benne, hogy azért nektek jut eszetekbe még további ilyen név. Én egy nevet mondanék, és aztán átadom Zolinak a szót. Egyrészt ő jár ki oda többet, másrészt ő ismeri jobban a Béla úti temetőt, Takács Imre költő, akinek a síremlékét egyébként külön érdemes megemlíteni, és hogyha valaki ott jár a Béla úti temetőben, akkor az külön érdemes is megnézni, hiszen az abszolút egy kiemelkedő művészeti alkotás a temető szempontjából is. Igen, hát többek között ott van Csitári Emil fia, Csitári Géza és a felesége is eltemetve. Azt szeretném, elsősorban szinte kérdezem tőled, Márk, hogy az általad említett nagyon szép síremlékek, ami nagy része régebbi síremlék, hogy nagy öröm számomra az, hogy ez viszonylag új temetőben nagyon szép síremlékek vannak, művészi szempontból, tehát akár építészeti vagy szobrászati szempontból nagyon szép síremlékek vannak, és ez azért nagy öröm az ember számára, mert hát ez a temető építészeti kultúránk azért egy kicsit ment a panelépületek irányába, átvitt értelemben természetesen. Úgyhogy nagy öröm, amikor az ember mondjuk egy szép kopjafát lát, egy hagyománytisztelő módon állítanak szép kopjafát, vagy akár tényleg említhetném a Nagy Benedek lányának a szép emlékművét is, már úgy értem, hogy az ő általa készített. Tehát nagyon fontos lenne nekünk az, hogy ha olyan temetőink vannak, ahol a város kiválóságai nyugszanak, és a szeretteink, hogy ez esztétikai és művészi szempontból is gazdagodjon ez a temető. Hát nem akarok én most példát felsorolni, hogy milyen síremlékeket látunk, amit a család természetesen legjobb szándéka és szeretete szerint épített, de azért sok olyan jele is van, jel is van ezekben a temetőkben, ami hát lehet, hogy talán, ha egyszerűbb lenne mondjuk, akkor szebb lenne. Térjünk vissza az élőkhöz és az élethez, hiszen a szolgáltatásokkal kapcsolatban is vannak képeink, vágóképeink. Ilyen például elsőként, ami elég jellegzetes, és akárhogy is nézzük, az élet része a trafóház. Igen. Majd a szolgáltatások kapcsán egyébként jóval későbbi létesítményekről, meg épületekről lesz szó, de mindenképpen érdemes kiemelni ezt a jellegzetes építményt. 1925-ben létesült, mint a legtöbb trafóház egyébként Székesfehérváron, ebben az időszakban épült ez is. Smann József budapesti mérnök típus tervei alapján készült, hogyha összevetjük a többi fehérvári trafóházzal, mondjuk a Szent Vendel úton, ugye ami található Móri úti kereszteződésben, vagy akár a szénatéri kereszteződésnél, ma már körforgalomnál, akkor ugye láthatjuk ezeket a hasonlóságokat. Hát ugye az Öreghegy ipari építészetének egy jellegzetesség, ezért is gondoltam kiemelni. Amikor készültünk a műsorra, a vágó kollega jegyezte meg, hogy ezt ő már láttam, tudom, hogy nem, csak ilyeneket. Menjünk tovább. Akkoriban volt egy időszak, amikor nagyon gyakran jártam az Öreghegyi postán. Soha nem néztem fel. Mentem feladni a csekkeket, és nem néztem fel. Most, ahogy a képeket néztem, láttam, hogy milyen csodálatos épületről van szó, toronnyal és mindennel. Igen, ezt a Fellmayer, illetve a Karl család építette annak idején, a 20. század elején, de lehet, hogy még a 19. század végén. Ebben most nem vagyok biztos. Minden esetre sikerült megőrizni egyébként az épület arányait, küllemét tekintve egyébként abszolút az eredetire hasonlít, és arra akar utalni egyébként, tehát semmiképpen nem akar eltérni az eredetinek a térformálásától. Itt ugye most részben egy postahivatal működik, részben pedig magánlakások találhatók meg az épületben. A posta mellé visszatérünk majd hamarosan, de a víztoronyról is beszélnünk kell.
már csak azért is szívemnek nagyon kedves, mert nyilván nem az volt az eredeti feladata, de a Vörösmarty Rádió antennája is ezen található. Az Öreghegy tele van jellegzetes magas pontokkal, ez is egy ilyen igazából, és a 80-as évek eleje óta meghatározza a városképet. Én olvastam több összefoglaló munkát a városrésznek a történetéről, épületeiről, építményeiről, és mindegyik kihangsúlyozza azt, hogy az Öreghegynek bármelyik pontján felnézünk, akkor a víztorony alapján tudunk igazából tájékozódni, hogy merre is kell tovább menni. De mindamellett mégis furcsa, hogy a lakóterületen található egy ilyen típusú víztorony. Hát én tudok azért néhányat különböző Fejér megyei településeken, nyilván vannak kisebbek, nagyobbak, a környéken talán ez a legnagyobb egyébként, de hogyha azt nézzük, hogy maga a városrész is mekkora, és ráadásul ez nem csak a városrésznek, de egyben a városnak is a víztornya, akkor mindenképpen indokoltak ezek a méretek, meg ez a kapacitás. Említettem, hogy a posta mellé visszatérünk majd, tehát a posta gyönyörű épülete mellett sokkal talán minimálnak nevezhetném, vagy szociálnak nevezhetném, de azért jellegzetes az orvosi rendelő és a gyógyszertár épülete is. Hát ugye Zoli említette itt a különböző felújításokat, átalakításokat. Ha néhány évvel ezelőtt, mondjuk 2010-ben, amikor Csutin és Lehr Erzsébet készítette a műemlékvédelmi hatástanulmányt és az örökségvédelmi anyagot Siklósi Gyulával, aki egyébként szintén a Béla úti temetőben nyugszik, hogy ide visszatérjünk. Gyönyörű síremléke van, Kocsis Balázs tervezte és készítette. Pordán Ferencnek a tervei alapján készült valamikor ez a létesítmény. Hát az eredeti elképzelés szerint egyébként nem így nézett volna ki, és nem is így valósult meg. Aztán jött egy felújítás néhány évvel ezelőtt, és valahogy sikerült ezt a, nem akarok konkrét épületekre utalni, meg azokkal párhuzamat vonni, de mondjuk egy Jókai utcai társasház az hasonlóan néz ki most. Bár az egy új épület, ez meg egy felújított, de ízlésben nagyjából egyezik sajnos a kettő. Kicsit kocka. Kicsit kocka és kicsit hipermodern, mondhatjuk így is. És akkor az üzletházról és a nyitrai ABC-ről is beszélnünk kell. Hát ez a környék is a 80-as években alakult ki, igazából egy kis áfész üzletből nőtte ki magát, aztán ugye az áfész üzletnek a helyén a jogutó cég az természetesen megmaradt, hogy a város több pontján, ugye számos városrészben, lakótelepeken ott vannak ezek az üzletek, talán nem is kell nevesíteni, nem is fogjuk egyébként, nyilván mindenki tudja, hogy melyikről van szó, és aztán a 80-as, 90-es években, főleg már a rendszerváltás környéken, ez kisebb üzletsorokkal igazából körbeépült, és ma egy ilyen kis zárt udvar jelleggel itt megtalálható számos kis kereskedelmi egység. Minden esetre ma már, ha valaki sétálgat Öreghegy utcáin, szinte minden utcában talál egy kis gyöngyszemet, gyönyörű házak épültek. Most már nem mondhatni, hogy egyformák. Igazán különbözőek és nagyon hangulatosak. Készült egy kiadvány is, Bóbori Zoltán szerkesztésében. Milyen céllal hoztad létre azt a kiadványt, amelyről szintén vannak majd az oldalakról képeink is? Hát ez tulajdonképpen egy kis leporelló, ami Öreghegy számomra nagyon érdekes helyszíneit mutatja be. Ez egy ilyen Öreghegy propagálása céljából készült annak idején. Szerettük volna bemutatni. Akkor még nem nézett ki Öreghegy ilyen jól és ilyen szépen. De voltak olyan jellegzetes öreghegyi épületek, a keresztek, amik úgy gondoltam, hogy alkalmasak arra, hogy kedvet csináljunk Öreghegyhez. Hát én nagyon szerettem volna, hogyha ami aztán megvalósult, hogy Öreghegy turisztikai szempontból a város egyik kiemelkedő területe legyen, ez megvalósult, hát most már látjuk. És hát tulajdonképpen ennek a célnak megfelelően készült ez a kis színes leporello, és ott látszik az a kis emlékoszlop, amit említettem, hogy ott van a Nagyszombati úton. Lehet, hogy, és megint Márkhoz fordulok, lehet, hogy megint kellene egy hasonló kiadványt készíteni Öreghegyről, felhasználva a régi emlékeket és felvételeket, és hát bemutatni talán építészeti szempontból is érdekes és értékelhető épületeket.
Én úgy gondolom, és biztos vagyok benne, hogy erre egyébként nem csak az Öreghegyen, hanem minden városrészben szükség lenne. Ugye főleg a 90-es évek elején, meg aztán a 2000-es évek környéken, a millennium idején jelentek meg különböző kiadványok, különböző színvonalúak egyébként, hol tudományos kutatók, hol lelkes amatőrök tollából, néha egyébként a lelkes amatőrök sokkal színvonalasabb munkákat adtak ki, mint a hivatásos kutatók, akik ugye határidőkhöz és minden egyébhez voltak igazítva. Érdemes lenne most már ezeket a városrészi anyagokat némileg felfrissíteni, akár ilyen leporellók formájában, akár olyan kis füzetek formájában, mint ami például az Öreghegyről is megjelent, bemutatva a Donát Kápolnát, például annak a különböző változásait, a helyi szokásokat, és egyáltalán a városrésznek az életét, és hát nyilván a mai életet és a mai kor viszonyait is valahogyan meg kéne ezekben jeleníteni. Lassan már a 100. percben beszélgetünk az Öreghegyről, és most úgy fut végig az agyamon, hogy igen, beszéltünk egyforma házakról, de azért a Nagyszombati út, amit úgy emlegetünk, de nem beszélünk arról a részről, ahol a széles, tágas utcáról van szó, és egy gyönyörű utca az is. De nem beszéltünk a Püspökkertváros fehértéglás épületeiről, ami én azt hiszem tényleg megéri meglátogatni, megnézni, nagyon különleges. Hát azért ritkán látunk ilyen lakóházakat. Igen, és a Püspökkertvárosnak az új társasházairól sem beszéltünk, bár arról talán nem is nagyon kell. De ha már visszakanyarodunk a fehér téglás épületekhez, a 90-es, 2000-es éveknek a klasszikus öreghegyi épületei, amik mindenképpen meghatározzák annak a városrésznek az arculatát, nem csak a Püspökkertvárosét, hanem egyáltalán az egész Öreghegyét is. És ahogy már többször említettük, tényleg ezektől lesz igazából sok színű ez a városrész, illetve azoktól a pincéktől, présházoktól, amik ma még léteznek, és amiknek a felkutatásához építész, műemlékes, történész, néprajzkutató, és még számos szakember szükséges, de ez egyébként akár Fehérváron is rendelkezésre állhat és áll, úgyhogy hát remélhetőleg erre is lesz majd lehetőség ezeknek a felkutatására. És még mindig nem hagyom, hogy végszavazzunk, mert még egy épület eszembe jutott, a Budai úton egy étterem, ami már többféle nevet viselt, ugye előtte ott áll most Tisza és Szürkemarra, de mégiscsak egy nádfedeles épületről van szó. Annak tudunk bármit is az eredetéről? A régi Bölény tanyának az eredetéről? Mert az, hogy nádfedeles, nekem a súgalja, hogy valami ott volt régen. Pedig az már egy újabb rész Öreghegyről. Ez az aranybulla étterem? Volt már Bölénytől kezdve minden. Igen. Ez jó néhány évvel ezelőtt, néhány évtizeddel ezelőtt, az egy nagyon nevezetes étterem volt, házi ételek, receptek szerint készült ételekkel, és hát nagyon szívesen jártak ki a belvárosiak oda. De egy valamit még nem tudom, hogy a legutóbbi adásban beszéltünk-e eleget a városrész kulturális életéről. Az Öreghegyi Közösségi Házról nyilvánvalóan, de azt mindenképpen szeretném felidézni és megemlíteni, hogy ennek a városrésznek csodálatos népi hagyományai vannak. És ezek megszűntek a II. Világháborúval. Amit szerettünk volna néhány évtizeddel ezelőtt, most már azt is mondhatom, újra éleszteni és feleleveníteni. Ezért sok, különösen Máriavölgyben sok olyan kezdeményezés volt, ami egy ilyen közösségteremtő szándékkal igyekezett az öreghegyieket közel hozni egymáshoz. Itt volt Borivárral szembe például volt egy kocsma, a szó legszorosabb értelmében egy kocsma, ami hát komoly helyszíne volt a társalgásnak. Ez elsősorban persze kocsma volt, de Borivárral szemben hatalmas nagy gesztenyefákkal az udvarán, ahol irodalmi rendezvényeket szerveztünk. Tehát este 9-kor, nyár estéken 9 órakor kiváló hangulatú irodalmi rendezvényeket, több nagyszerű művész, író volt a vendégünk, és aztán hát nem szeretnék elfeledkezni
arról, amit próbáltunk 70-es években, 70-es, 80-as évek fordulóján megvalósítani, a betlehemezést. Öreghegynek ez egy csodálatos hagyománya, mint ahogy Felsővárosnak is. És Öreghegynek, és hát ez természetesen megszűnt, ezért gondoltunk arra, hogy 70-80-es évek fordulóján a fehérvári bölcsöcskét, ami egy híres, nevezetes betlehemes játék, azt elvisszük házról házra. Segített nekem ebben Lukácsi László doktor és az öreghegyi, elsősorban Márövölgyi gyerekekkel elmentünk betlehemezni. Hát az óriási meglepetés volt, és olyan felejthetetlen élményeket jelentette számunkra, hogy nem is tudták az emberek ott, hogy egyáltalán egy betlehemezés, talán még az egy egyáltalán van, de hogy Öreghegyen milyen hagyományai vannak ennek. Óriási meglepetés volt, amikor ezek a kis gyerekek gyertyával, Betlehemmel, kisbabával a kézben, és a felsővárosi bölcsöcskét előadták. Én nagyon szeretném, hogyha ezek a hagyományok és az Öreghegyi Közösségi Ház minden szempontból alkalmas arra, tehát a kollégák felfogásával és minden szempontból alkalmas arra, hogy ezeket a hagyományokat ébren tartsa és a tudatunkba megtartsa. Sajnos elszaladt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek ezt a szép városrész bemutatót, Váci Márk szakértőnknek és Bóbori Zoltán vendégünknek. Nagyon szívesen. Székesfehérvár egy gyönyörű városrészében jártunk ebben a műsorban. Városrészek titkai című műsorunk folytatódik. Várjanak ránk 2 hetet, és újra itt vagyunk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!